Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Fejlesztésekre készülnek Tolnán, több nagy beruházás is tervben van 2021-re. Új igazgató a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ élén, Berlinger Attila már a Covid utáni időket tervezi. 10 éve bezárt bölcsödét újítanak fel, 80 új férőhely és 15 munkahely jön létre Pakson. Vízelvezető csatornából mentették ki a kutyát, az állat sértetlenül úszta meg a szilveszteri kalandot. Minden projektet, amiről a tavalyi évben a pandémia miatt le kellett mondani, idén szeretnének megvalósítani Tolnán. Ezeken kívül 2021-ben elkészül a Fad-Dombori Tolna kerékpárút, és elkezdődik a városi bölcsöde építése is. A Peszhoffer Ágnes, a település polgármestere azt mondja, hogy több nagyszabású tervük is van az idei évre. A tavalyi év egyik legnagyobb beruházása már 50%-os készültségi fokon áll. Az elmúlt esztendő nehézségei ellenére több fejlesztést is végrehajtottak Tolna városában. Többek között az elkészült játszóházat is átadták, bár csak egy délutánra tudták a gyerekek birtokba venni a létesítményt a vírus okozta korlátozások miatt. Tolnaváros 2020-as költségvetését és az előre betervezett projekteket is felborította a világjárvány megjelenése. A 2021-es évre az egyik terv, hogy ezeket pótolják, és hogy továbbfejlesszék a várost. De szeretnénk, hogyha Szekszárdról Tolnára is vezetne egy kerékpárút, illetve Tolnán belül is a kerékpár utat meg tudnánk újítani, és esetleg szélesíteni tudnánk. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos projekt lenne. Ezen kívül járdarekonstrukciót, utak bővítését és hosszabbítását, a csapadék vízelvezetés korszerűsítését tervezik, valamint az egyik legnagyobb és legsürgetőbb projekt a tolnai Dunaholták kitisztítása és összekötése az élő Dunával. Bár érvényben van még a rendkívüli jogrend, a Peszhoffer Ágnes elmondta, hogy mindenképpen kikéri a képviselők véleményét a 2021-es tervek és költségvetés elkészítéséhez. Ennek első és legfontosabb szempontja mindig Tolna fejlődése, mondta a polgármester. Hát én azt szeretném, hogyha tudnánk épülni, szépülni a jövőben is, és ahhoz, hogy az önkormányzat és a város fejlődjön, ehhez az emberek jóléte is szükséges, tehát én azt is kívánom mindenkinek, hogy találja meg mindenki a saját számítását. A város vezetője elmondta, reméli, hogy idén is olyan jó ütemben haladnak majd a projektek, mint tavaly, és sok nyertes pályázatot valósíthatnak majd meg. 870 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést hétfőn, ezzel 329.721-re nőtt a hazánkban beazonosított betegek száma. Elhunyt 103 beteg, így az elhunytak száma 10.080 főre emelkedett. Jelenleg 5.760 fő tápolnak kórházban, közülük 394-en vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében vasárnap 48 újabb esetet regisztráltak, így a járvány kezdete óta már 6.569-en kapták el igazoltan a vírust az országnak ezen a részén. Nyilvános az oltási terv. A Nemzeti Népegészségügyi Központ oldalán lehet megtalálni a 7 lépcsős tervezetet. A vakcinázás azokat a tajszámmal rendelkező 18 év feletti állampolgárokat érinti, akik az elmúlt 6 hónapban nem fertőződtek meg. A tömeges oltásnál a veszélyeztetettség határozza meg a prioritást. Első körben az egészségügyi, a másodikban a szociális ellátásban dolgozókat, majd a harmadikban a kockázati csoportba tartozó 60 évesnél idősebbeket oltják be. Negyedik körben azok a rendvédelmi dolgozók kapják meg a vakcinát, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek a lakosokkal. Utánuk jönnek azok a 18-59 év közöttiek, akiknél fennáll valamilyen alap- vagy társbetegség, majd a kritikus infrastruktúra dolgozókat oltják, az utolsók pedig azok az állampolgárok lesznek, akik a fenti kockázati csoportban nem tartoznak. Január 1-ével Berlinger Attila vezeti a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központot. Az új igazgató vezetésével már a Covid utáni időkre készülnek, így folyik a színházi szezon és a városi nagy rendezvények tervezése is. Egy nagyon nagy megtiszteltetés és egy végtelenül komoly elszántságot igénylő feladat.
Saját bevallása szerint ez volt az első gondolata Berlinger Attilának, amikor decemberben Ács Dezső polgármester felkérte a Babits Kulturális Központ igazgatói feladatainak ellátására. Az új igazgató azt mondta, előnye, hogy jelentős kapcsolatrendszer van a háta mögött, köszönhetően az elmúlt évek munkájának. A ház és önmaga terveiről szólva kiemelte, bár a Covid-járvány sok mindent befolyásolhat, már folyik a tervezése az idei esztendőnek. Most fogunk tudni olyan feltételes szerződéseket kötni fellépőkre, műsorokra, amelyek a rajtunk kívül álló okok miatt meghiúsul, minden bizonnyal kezelhetőek. Tehát óvatosan fogunk ezzel bánni, de a másik oldal is ugyanolyan óvatosan kezeli. Tehát a mai világba leszerződtetni most egy komoly koncertet, a fellépő részéről is bizonytalanság. Nem csak arra gondolok, hogy hirtelen ők is megbetegedhetnek és nem tudnak eljönni ilyen viszmajor esetekre, hanem mindenki óvatosan fog ezt kezelni az egész országban. Tehát elindult természetesen, van most is koncepció születi napokra, Pünkösdi Fesztiválra, csak ugye két nagy rendezvényt említek. Berlinger Attila úgy gondolja, mindenképpen szeretnék folytatni azokat a hagyományokat, melyek meghatározó intézménnyé emelték a Babitsot az elmúlt 5 évtizedben. A koronavírus járvány első hulláma alatt bevezetett társadalmi korlátozó intézkedések miatt tavaly 131.460 ingatlan cserélt gazdát Magyarországon, 12%-kal kevesebb, mint 2019-ben. 2020-ban, márciusban, áprilisban, májusban az ingatlan piac forgalma majdnem 40%-kal volt kevesebb az előző évinél. A mélypontot április jelentette, csaknem 60%-os elmaradással. Szakértők szerint viszont idén januártól a kormányzati otthonteremtési támogatásoknak is köszönhetően aktív kereslet várható az ingatlan piacon, mindez pedig a tranzakciók számának a növekedésével is járhat. Ezért előzetes számítások alapján 2021-ben a tranzakciók száma 130-150 ezer között mozoghat. Felújítják és újra megnyitják Pakson a több mint 10 évvel ezelőtt bezárt Kápolna utcai bölcsödét. Az 1 milliárd forintos fejlesztésre egy toppos pályázaton nyert pénzt az önkormányzat. A beruházásnak köszönhetően 80 új bölcsödei férőhely és 15 munkahely jön létre a városban. Már bontják a falakat Pakson a Kápolna utcai bölcsöde régi épületében, mely idén ősszel újra kinyitja kapuit. A demográfiai változások miatt 2007-ben zárták be a bölcsödét az akkori testület döntése alapján. Az elmúlt években a születésszám növekedése és az atomerőmű bővítés miatt várható lakosságszám emelkedés teszi szükségessé a bölcsödei kapacitás bővítését, ezért döntött a jelenlegi testület a visszaállításról. Arra gondoltunk, hogy akkor újra nyitnánk a Kápolna utcai bölcsödét, a régi bölcsödét, ami az Ifjúság úton található, a Bóvita bölcsödét pedig felújítjuk, majd miután ezt sikerült felújítani és átadni majd a paksiaknak. Első körben 762 millió forintból a három pavilonos, Kápolna utcai épület és az udvar újul meg 21. századi igényeknek megfelelően. Minden pavilonban két-két csoport szobát tudunk kialakítani, ez azt jelenti egyébként, hogy 6 csoport fog működni ebben a bölcsödében, ez azt jelenti, hogy plusz 80 férőhelyet tudunk biztosítani majd a paksiak számára. A felújítás során egy 14 beállású parkoló is épül a bölcsöde mellett. A beruházás várhatóan augusztusban fejeződik be, mely 15 új munkahely létrehozására is lehetőséget ad. Összevonták a térségi és a városi szociális feladatokat ellátó intézményeket Dombóváron. Kovács Gabriella, aki eddig a Segítő Kéz nevű kistérségi központot irányította, vezeti továbbiakban a közös munkát. Az ellátó rövid távú céljai között szerepel a demenciával küzdő idősek ellátásának megszervezése. A Segítő Kéz szolgálat 2016 óta látta el a szociális alapszolgáltatási feladatokat a Dombóvári kistérség 12 településén. A házi segítségnyújtásban közel 90, míg a családsegítő gondozásban közel 100 ügyféllel foglalkoztak. Január 1-jével a dombóvári és a térségi feladatokat egy közös szervezet látja majd el. 2021. január 1-től annyiban változik a helyzet, hogy a segítőkéz alapszolgáltató intézmény beolvad a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménybe. Innentől kezdve ennek az intézménynek az ellátási területe 16 településre fog kiterjedni.
Én azt gondolom, hogy a szakmai munka szempontjából mindenképpen egy gördülékenyebb, egy hatékonyabb munkavégzést fog ez eredményezni. Az összevonás az idős ellátás területén változást hozhat. A tervek szerint a demenciával küzdőket kiemelten kezelik a jövőben. Őket otthoni ellátásban is fogjuk kezelni, ugyanis per pillanat zajlik egy képzés, amin az intézmény több dolgozója is részt vesz. Ez kimondottan egy demencia képzés, illetve célul tűztük ki egy demens idős klubnak a működtetését. A demencia kezelése már bejáratott ellátási forma a hasonló tevékenységeket ellátó szervezeteknél, mondta Kovács Gabriella. Az, hogyha ez Dombóváron is megvalósul, a saját ellátási palettánk bővülését jelenti, mondja. Reményeink szerint tette hozzá, a működéshez és a feladatellátáshoz szükséges forrásaink is rendben megérkeznek majd, így valóban egy hatékonyabban működő szociális rendszer veheti kezdetét a városban és a kistérségben. A múlt heti 6,4-es erősségű horvátországi földrengést követően több mint 400 utórengést észleltek a magyar mérőállomások. A földrengések leginkább a Zágrábtól mintegy 56 kilométerre fekvő Petrinya városát érintették. A 15 ezer fős település szinte minden épülete megsemmisült a katasztrófa során. A károsultak segítése érdekében a Tolna megyei önkormányzat a megye egyetlen horvát nemzetiségi önkormányzatával, a Dombóvárival közösen adományszámlát hoz létre, ahova a települési önkormányzatok, vállalkozások és magánszemélyek felajánlásait is várják. Az összegyűlő pénzből a tervek szerint egy megsemmisült vagy teljesen összedőlt közintézményt állítanak majd helyre Petrinyában. Egy 30 méter hosszú vízelvezető csatorna rendszerbe szorult kutyát mentettek ki Várdombon a tűzoltók és a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület tagjai. A mentést nehezítette, hogy nem volt nyitott része a rendszernek, 15 méterről húzták ki a legyengült állatot. Több napon keresztül szenvedett az a kutya, amelyik szilveszter éjjelén kóborolt el otthonról, és egy vízelvezető csatorna rendszerbe szorult Várdon fő utcáján. A helyiek hallották, hogy egy állat bajba került, de nem tudták pontosan, honnan jön a nyűszítés. Hallgattuk, hogy nagyon szenved valamit, tehát hangos hangokat ad, ilyen szenvedés hangot, és akkor elindultam én kifelé, hogy megnézem, hogy mi van, de akkor abban a pillanatban elhallgatott. Végül jelezték a problémát a katasztrófavédelemnek. Kossuth utcába kaptak egy riasztást a tűzoltók, itt a szekszárdi tűzoltókra gondolok, továbbá a Szekszárdi Kutató és Mentő Egyesületet is értesítették, hogy itt feltételezhetően egy 30 méteres csatorna rendszerben valahol ott kóborol, vagy ott fekszik egy állat. A Szekszárdi Kutató Mentő Egyesület munkatársa egy szűk tisztító nyíláson keresztül jutott be a vízelvezető csatorna rendszerbe. A mentő kúszva sietett az állat segítségére. A felvételen hallatszik, ahogy megjegyzi, hogy a kutya ugatását nem hallja már, ezért gyorsan kell cselekedni. Végül a csatorna rendszer közepén találta meg a legyengült állatot. Badacsonyi László, a Szekszárdi Kutató Mentő Egyesület elnöke azt mondja, először azt tervezték, hogy a csatorna rendszert felássák azon a ponton, ahol hallották a puli hangját. De végül a gyorsabb, de kockázatosabb megoldás mellett döntöttek. Maga a hely szűkössége miatt bejutni volt nagyon nehéz, illetve hát azért egy 40 centi átmérőjű csőben, amiben víz és sár van, abban azért elég nehéz közlekedni. De maga a kutyus az hála Istennek együttműködő volt. Az állat sértetlenül úszta meg a szilveszteri kalandot. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Hazánk is segít Horvátországnak, leginkább pénzadományt várnak az újjáépítéshez. Közel 5000 adag vakcina érkezett Pécsre, már zajlik az egészségügyi dolgozók oltása. Fejlesztések, tervek Komlón. Elindultak a 2021-es munkálatok a Baranyai városban. Leginkább a katasztrófa sújtotta települések újjáépítéséhez várnak segítséget Horvátországban. A pénzadományokat az erre a célra nyitott számla számra várja az országos horvát önkormányzat. A Magyar Vöröskereszt Baranya megyei szervezete több tonna segélycsomagot szállít Horvátországba, de ők is inkább a pénzadományra buzdítják a lakosságot.
Sokan jelentkeztek Baranyában is, hogy tárgyi adományokkal segítenének a horvátországi földrengés áldozatainak. Az országos horvát önkormányzat pedig azt a pénzadománygyűjtést koordinálja, melyhez a helyi kisebbségi önkormányzatok is csatlakoztak, hiszen leginkább a települések újjáépítéséhez várnak segítséget. A mai napon egy számlaszámot is nyitottak, amire bárki befizethet, és ez a pénzösszeg egy olyan helyre fog kerülni, amit a horvát hatóságok határoznak meg. Azt is elmondhatom talán, hogy Petrinya városa is nyitott egy számlaszámot, úgyhogy aki így szeretne segíteni, nem a különböző szervezeteken keresztül, az is tud pénzt utalni. Amire igazán még szükség van, legalábbis a mi információink szerint, hát azok a lakókonténerek, lakókocsik, mert nagyon sok ház összedőlt. Csak nem 4 tonna adományt szállított már át Horvátországba Vöröskereszt Baranya megyei szervezete. A segélycsomagok feliratait a horvát kisebbségi önkormányzat segít lefordítani horvátra, de a Vöröskereszt is arra kéri a lakosságot, hogy elsősorban pénzadományt küldjenek a földrengés sújtotta területen élőknek. Ha mégis élelmiszert csomagolnának, csak olyan termékeket rakjanak a csomagba, melyeken rajta van a gyártó, valamint a szavatossági idő is. Házi készítésű lekvárok, kompótokat és szörpöket most nem tudnak elfogadni. Az első segítség és legnagyobb segítség az a pénzbeli adomány, a másik pedig, amikor, hogyha adományt adnak fel, akkor tiszta doboz legyen, tehát vagy élelmiszer legyen benne, vagy tisztítószer, ugyanis ez a kettő dolog, amit hogyha egymás mellé raknak, és ezek a dobozokat legalább 4-5-ször megfogjuk ahhoz, hogy a végcélhoz elérjem. Tehát ebben az esetben, ne adj Isten, az a sampon kifolyik a liszt mellé, akkor utána eldobható a liszt is. A Baranya megyei Vöröskereszt következő szállítmánya kedden indul Pécsről és Szigetvárról Horvátországba. Közel 5000 adag koronavírus elleni vakcina érkezett Pécsre még december 30-án. Másnap már el is kezdték az egészségügyi dolgozók oltását. A következő hetekben a városi kórházak munkatársai, valamint az alapellátásban praktizáló orvosok, ápolók is megkapják az ellenanyagot. Ezt a koronavírus elleni vakcinát fejlesztették ki a Pfizer-BioNTech gyógyszergyártó cégek, ezeket kapják meg a magyarországi egészségügyi dolgozók is. Pécset december 31-én kezdődött el a szakág munkatársainak oltása. Az egyetemi televízió felvételein látható, hogy egy hagyományos oltáshoz hasonló folyamatot végeznek a szakemberek. A Baranyai megyeszékhelyen egyébként most több mint 2000 kórházi dolgozó részesül a vakcinából. Közel 5000 adag vakcinát kaptunk, ez közel 2500 munkatárs oltására elegendő. Ennek ez szisztematikus oltása kezdődött meg 31-én, és naponta szisztematikusan haladunk előre. Első körben az egészségügyi és egészségügyben dolgozók kerülnek oltásra. Ezen belül is a prioritási sorrend a koronavírus ellátó központ munkatársai, az intenzív ellátásban dolgozó munkatársak, illetve a sürgősségbeteg ellátó osztályon dolgozó munkatársak. Ezután a többi klinikai területen és a városi kórházakban végeznek oltásokat, majd a mentősöknél, az alapellátásban dolgozó háziorvosoknál, ápolóknál, védőnőknél és asszisztenseknél folytatják a munkát. Ez a fajta vakcina kétkörös, azaz 3 hét múlva meg kell ismételni az oltási folyamatot, majd néhány nap múlva lesz teljes a védettség. Az ellenanyag tárolására is kiemelt figyelmet fordítanak, ugyanis -70 Celsius fokon kell tartani az ampullákat. A használat előtti este 1-2-8 fokos hűtőbe helyezik, pár óra múlva pedig már használható az oltóanyag. Milyen fejlesztéseket segít forrásokkal a kormányzat Komlón? Mekkora összeg érkezett a Baranyai városba? Milyen terveket szeretnének megvalósítani idén? Ezekről beszélt a terület országgyűlési képviselője évindító tájékoztatóján hétfőn. Hoppál Péter kiemelte, hogy már az idén megnyíló új EU-s források megszerzésén dolgoznak. Ehhez a megyei önkormányzattal közösen álltak neki, a tavalyi évben kapott 3,5 milliárd forintból pedig kulturális, közösségi, illetve a járműközlekedést segítő beruházásokat valósítanak meg. 3,5 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett Komlóra 2020-ban, mondta évindító sajtótájékoztatóján a terület országgyűlési képviselője hétfőn. Ez megérkezett karácsony előtt a Városháza számlájára. Ezen felül még további 175 millió forint kormányzati támogatás érkezett rendkívüli kormányzati döntésként a feladatok finanszírozására, illetve
még a két ünnep között egy 156 millió forintos további támogatás érkezett, szintén kötelező önkormányzati feladatra, a vízmű működtetésére és tőkepótlására. Idén az a cél, hogy a 2021-től induló 7 éves EU-s pénzügyi ciklusban minél több uniós forrás is érkezzen a térségbe. Polgármester úrral nagyon komoly tárgyalásokat folytattunk a megyei önkormányzat vezetésével, hiszen a Baranyi megyei önkormányzat fogja az egyik legnagyobb csomagot a területi operatív program nyomába lépő új operatív területfejlesztési programot irányítani, és nagyon bízunk abban, hogy Komlónak itt újabb fejlesztései nyílnak meg. Nyilván a megyegyszékhely és Komló együttműködésére szükség lesz. A mostani kormányzati pénzekből többek között a Komlói Színház épületénél például kialakítják a kaptárt 600 millió forint értékben, ami mint egy kulturális központ, illetve közösségi tér fog működni, de útfelújítást is terveznek a decemberben érkezett pénzből. Az ünnepi időszakban is akadt dolguk Baranya megye tűzoltóinak. Baranyában több helyszínen zárlat, meggyulladt égéstermék, valamint kazán és konyhatűz miatt vonultak a lánglovagok. Közlekedési baleseteknél is beavatkoztak az egyenruhások, de a két ünnep közötti földrengés miatt is többször riasztották a katasztrófavédelmet. Karácsony és szilveszter között összesen 45 riasztás érkezett be a Baranya megyei katasztrófavédelmi igazgatóságra. A bejelentések nyomán 10 tűzesethez vonultak és 22 műszaki mentésben vettek részt a tűzoltók. Az ünnepek alatt leginkább zárlat, meggyulladt égéstermék, valamint kazán és konyhatűz miatt kaptak lángra a lakó ingatlanok. Ilyen volt Pécsett a Havihegyi úton történt eset is, amit egy rövid zárlat okozott. Ott tulajdonképpen a ház az lakhatatlanná vált, ugye a tetőtérnek a nagy része az megsemmisült, lakosságvédelmi intézkedésre is szükség volt. Karácsonyfa tűz az egy esetben fordult elő hosszú hetényben, ott zárlatos lett az égősor, és ennek következtében a tetőtérben, illetőleg hát nyilván azon a szinten keletkezett, valamint a magában a tetőszerkezetben keletkezett kár. A két ünnep között komolyabb beavatkozás nem történt. Ezekben a napokban a földrengés miatt érkeztek bejelentések a tűzoltókhoz. De itt is tulajdonképpen 4 esetbe kellett kivonulnunk. Komolyabb kár egy esetben fordult elő, ez itt Pécsen, amikor egy kémény dőlt le, és az két személygépkocsit károsított. Egyébként repedésekhez riasztottak bennünket. Ezek többnyire hajszárepedések voltak, tehát statikai problémát nem okoztak az épületbe, és sok esetben talán a földrengéssel sem lehetett összefüggésbe hozni ezeket a sérüléseket. Szilveszterkor 2 tűzesethez riasztották a lánglovagokat, de műszaki mentések is történtek. Ezek közlekedési balesetekkor következtek be. 2 személygépkocsi ütközött az M60-as autópályán, ebben az esetben személyi sérülés nem történt. Székely-Szabar külterületén pedig egy autó az oldalára borult, a járműben csak a sofőr utazott, ő könnyebben megsérült. Végül mutatjuk újra, röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Fejlesztésekre készülnek Tolnán, több nagy beruházás is tervben van 2021-re. Új igazgató a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ élén. Berlinger Attila már a Covid utáni időket tervezi. 10 éve bezárt bölcsödét újítanak fel, 80 új férőhely és 15 munkahely jön létre Pakson. Vízelvezető csatornából mentették ki a kutyát, az állat sértetlenül úszta meg a szilveszteri kalandot. Szerdán erősen felhős, borongós és napos időszakok egyaránt lehetnek. Kisebb eső, záporeső, a nyugati és északi határszélen havas eső, kevés hó is lehet, akár még az ég is megdörrenhet. Fokozatos, jelentős lehűlés kezdődik. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!